Köszöntöm Önöket, itt vagyunk a Szimetria Kft-nél. Tóth Endivel beszélgetünk, hiszen egy újraélesztő készüléket vásároltak a dolgozóknak. Miért tartották ezt fontosnak? Úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyobb biztonságot ad a dolgozóknak. Biztonságban érezhetik magukat. Egy esetleges szív probléma esetén, amíg a mentők meg nem érkeznek, addig tudjuk átmenetileg orvosolni ezt a gondot. Itt sokan dolgoznak több helyszínen is. Hány dolgozót foglalkoztatnak összesen? Jelenleg 126 fővel dolgozunk, három nagy területen, egy forgácsoló, egy a lézer megmunkáló, illetve a lakatos részleg. Úgy tudom, hogy oktatás is volt, tehát megérkezett ez a készülék, többen meg is tanulták, tehát hogyha lesz valami probléma, akkor lesznek olyanok, akik a mentő megérkezéséig el tudják kezdeni az újraélesztését a dolgozóknak. Igen, 13 főt választottunk ki a különböző műhelyekből, hogy szükség esetén bármikor be tudjanak avatkozni, míg meg nem érkeznek a mentők. Akkor ez a 13 fő egy alapelsősegély nyújtást is tanult, hiszen azért tudni kell ezt a drága készüléket használni. Mennyi volt ez az oktatás, hány óra hossza, és mi mindent tanultak meg? Az oktatás 6 óra hosszát tartott. Itt az alapvető elsősegély nyújtási ismeretekből, illetve ennek a készüléknek a használatáról volt előadás, illetve gyakorlati bemutató. Itt a készüléket elhelyezték látható helyen az egyik műhelyben, és igen csak hangos hangot is ad, tehát itt elhangzott, amikor ön átadta a készüléket, hogy amikor ezt a hangot hallja, az a képen műszakban van, hiszen gondolom, hogy mind a két műszakban lesznek ilyenek, akik megtanulták használni, azoknak már tudniuk kell, hogy jönni kell, és valakinek segítségre van szüksége. Én úgy gondolom, ez az erős hang, ez felhívja a figyelmet mindenkinek, és ha kapott alapoktatást, ha nem, rohanni fog oda, ahol alkalmazni kell ezt a készüléket, hiszen a készülék automata üzemmódba elmondja a teendőket, és azt végrehajtva fokozatosan elvégzi a életmentést. Tehát tulajdonképpen, ahogy itt elmondta az oktató is, hogy amatőrök is tudják használni, tehát aki nem nagyon tudja, mindent mond, hogy mit kell csinálni. Amikor tartottam megnyitót, többen mondták, hogy igen, vannak ők közöttük is szívbetegek, van olyan, akinek szívműtétje is volt, tehát akkor ez egyfajta biztonságot is jelent majd a dolgozóknak? Mindenképpen biztonságot jelent, mert korábban volt egy haláleset a cégnél, ami ugyan nem orvosolható lett volna ezzel a készülékkel, de a mentők kérkezéséig talán segített volna valamit. Ezt azért mondjuk el, hiszen ne, hogy valaki félreértse, egy mély csípésről volt szó, tehát nem áramütés, nem olyan munkai baleset, tehát egy ettől független dolog. Úgy tudom, hogy az önök családjában is volt, akinek már voltak szív problémái. Igen, hát én túlestem egy ötös bypass műtéten. A felmenők közt is volt, akinek voltak szívpanaszai, tehát ez Magyarországon úgy gondolom, hogy kezd általánossal lenni, hogy egy népbetegség. Azt tudjuk a cégről, hiszen voltunk már itt több alkalommal, hogy azért odafigyel a dolgozókra mindenféle szinten, tehát munkabér szintjétől kezdve az egészségre, a biztonságra. Itt viccesen ön annyit mondott, amikor elhangzott, hogy mennyibe került ez a készülék, hogy egy fél május elsője ára volt. Én azt gondolom, hogy azért ez ennél kicsit komolyabb, ez csak viccnek szánta, hiszen egy nagy elhatározás volt ez az önök részéről. Hát igen, nyilván ennek a gazdasági alapját, ennek a döntésnek meg kellett teremteni. Vicces volt, de úgy azért összhangban volt körülbelül az ár meg a május elseje. Minden május elsején tartunk ünnepséget, ahol játszóháztól kezdve ugrálóvárig minden van, plusz 9-10 birka bánya ennek a május elsejének a rendezvényét. Igyekszünk a dolgozókkal olyan szociális kapcsolatot kialakítani, hogy amit a törvény biztosít, azt megkapják, iskola kezdési támogatástól kezdve mindent, amit lehet, odaadunk. Ennek nyilván meg kell szintén a gazdasági hátterét teremteni, de nem nagyon van olyan, hogy vándorolnának a dolgozóink össze-vissza. Ha valakinek szólunk, hogy a Szimetriában lenne esetleg hely egy adott feladatra, akkor általában nem szoktak nemet mondani, és boldogan jönnek. Hát akkor én azt kívánom, hogy ez a boldogság idézőjelbe téve kísérje a céget, ne kelljen használni ezt az újraélesztő készüléket, viszont ha kell, akkor ott van kéznél.
Igen, hát mi is úgy gondoljuk, hogy akkor ér sokat, hogyha nem kell hozzá se nyúlni. A egészség az megfizethetetlen dolog. Köszönjük szépen! Én is köszönöm.